csúszi termékek. Arcade Champions. Pólók, pulóverek, bögrék és még sok minden más. Link a leírásban. Na sziasztok, srácok és lányok! Üdvözlök mindenkit itt egy újabb Brawl Stars-os videóban, amiben bizony elérkezett az update! Így van, megérkezett, és itt van minden újdonság, amiről már beszéltünk az elmúlt videókban, illetve egy-két olyan is jött, amiről nem volt szó, de ilyen például az, amikor nyerünk egy mérkőzést, és utána máshogy mutatja most már az adatokat, de erről lesz most szó. Nem arról, hogy mik érkeztek, hogy miket lehet elérni, és hogy én megvásároltam a Brawl Pass-t, volt szint, és azt a 10-es plusz tírest. És tudom, nagyon egyértelmű dolog lenne most az, hogy megfogjuk, és 30-ra felmegyünk, és ott majd megszerezzük Gale-t. De így ismertek engem? Így ismertek engem, hogy én logikus döntéseket hoznék? Naív vagy, nem ismersz még engem. Én arról vagyok híret, hogy nagy hülyeségeket csinálok. És mi lenne a legnagyobb hülyeség, hogyha egy fix valamit el lehet érni úgy, hogy egyszerűen már meg lesz, lehet, hogy 2 nap múlva, vagy 3 nap múlva. Mit csinál az ember? Hát kockáztatja a voksait, amit előzőleg meghagyott. Így bizony. Ládákat fogunk nyitni, srácok, addig, amíg a Gale-t meg nem szerezzük. Ugye Legendary-ről van szó, kevés esély van rá, hogy kijöjjön. De most ládanyítás fog következni, úgyhogy vágjunk is bele, szerezzük meg Gale-t, adjunk neki a módjának, pörögjön. Remélem, hogy gyorsan lehet itt ugyanúgy pörgetni majd a boxokat. Kezdjük például a sima Brawl boxokkal, aztán majd meglátjuk, hogy hogy lesz, igen. Lehet, hogy félre lehetne nyomni. Én ezt nagyon pörgetni fogom, csak az a helyzet, hogy nehogy úgy járjunk esetleg, hogy mondjuk nem tölti be. Külön, de nem látok amúgy token duplázót sem igazán. Ugye gemeket már sajnos nem lehet szerezni, és emiatt is nagy őrültség most az, amit csinálok, hogy amúgy a coinon kívül semmi más nem nagyon kapok. Látjuk azt is, hogy a token duplázót sem dobja már be. Lehet, hogy ezt is így kiszedték addig? Vagy most már boxból az se lehet így külön, mert nem nagyon látok duplázót, pedig ugye most nagyobb esélynek kéne lenni, így hogy most már gem sincs, és even ticket sem. Hát lehet, hogy nem lesz, és csak coin dobál. Hát egyáltalán azt adni, ott van a 200-es token duplázó, oké. Okay. Nem kell előre inni az egészre, hiszen lehet token duplázót mégiscsak ezek szerint szerezni. Úgy óvatosan kéne nyitni a ládákat, nehogy úgy gyerek, hogy véletlen esetleg kinyitom, és nem fogjuk látni, mert múltkorában pont így jártunk, amikor Maxnek ugye a Star Power-ét próbáltuk megszerezni. És nehogy az legyen, hogy mondjuk itt túl lapozok, főleg úgy, hogy ugye most egy olyan karaktertípus eshet ki, amilyet még nem láttam a játékon belül, sőt valószínűleg senki sem, hiszen ugye Chromaticról van szó, és kíváncsi lennék, hogy ez hogyan fog pontosan kinézni, szóval bedobhatná, hát amúgy jó pár ládát már kinyitottunk, de van még azért bőven, duplázók miatt amúgy még mondhatjuk azt, hogy megéri, én igazából nem nagyon értem azt, hogy miért szedték ki a gemeket, most ennyiből jó lenne, hogy ezek még ugyanúgy bent lennének, meg tudnám ezeket szerezni pluszba, és emiatt is nagy örültség, amiről beszéltünk, hogy most én ezt próbálom megszerezni Legendary-t ládákból, és ki tudja, lehet a 600-at kinyitom, és semmi nem fog esni belőle, akkor ez egy nagyon nagy pazarlás volt, hiszen ugye akkor megszerezhettem volna a powerpointsokat erre a karakterre, felfejleszhettem volna, azután pedig ugye a Star Power-t és a gadgetet is ugyanúgy ki lehetett volna nyitni. Itt van egy 200-as duplázó, hát még nem látok ugye Gale-re semmit, és az is bizonyíthatja ezt, hogy még nem nyitottuk ki, hogy Power Points-ot nem dobál, hogyha ugye kinyitottuk volna, akkor már dobná arra a karakterre ugyanúgy ugye a PP-t, hát így most nem még, szóval nem nyitottuk ki. 200-as duplázó az ott van a szeren, egyre sűrűbben dobja ezeket a bónuszokat. Na, please, please. Gimme that, Lici! Ajaj, és sokan írták ugye ezt nekem, hiszen ugye volt egy stream, amiben így elsőre reagáltunk az egész Brawl Stars update-re, ami nagyon megborított minket, és nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki ott volt, hiszen olyat alkottatok, amit még soha, hogy 15 000-en voltunk élőben, sőt 16 000-en is azt hiszem. Amit csináltatok az elképesztő, és nagyon hálás vagyok ezért, srácok, nektek, hogy mindig itt vagytok, nézitek a videókat, nézitek a streameket, és ilyen még tényleg soha nem történt, úgyhogy el sem tudom hinni, hát bearanyoztátok a napomat, az így fix, úgyhogy nagyon köszönöm nektek, és akik ott voltak, azok láthatták ugye az első reakciót erre az egészre, lehet, hogy lesz majd belőle videó, ha szeretnétek, ilyen viccesebb összeállítás, mert nagyon sok ilyen cringe pillanat volt, úgyhogy ha gondoljátok, jelezzétek, és akkor lesz majd belőle egy videó, akik esetleg lemaradtak volna erről.
És köszönöm szépen mindenkinek tényleg a szubokat, a lájkot, ezért indult meg annyira az a csatorna most, mert nagyon sokan pörgettétek, de a izét kéne kipörgetni, a gélt nekünk meg. Nem pedig a lájkokat, még a feliratkozások mellett jöjjön az a gél. Úgyhogy megpróbálom egy kicsit gyorsítani, hát ha nem maradunk le, léci, nem akarom, tényleg nem akarom tovább pörgetni, ha esetleg kiesne. És van esély rá, mindjárt meg is nézzük megint, hogy a növekedette. Hát itt 0,35 századot mutat, ami egész oké, de ez rendesen kell még nyitni, és ez aláírja azt ugye, hogy ki lehet nyitni ugyanúgy ezt a karaktert, ha megvetted a Brawl Pass-t akkor is úgy szint. Mert először azt gondoltam, hogy mondjuk nem lehet majd azok számára, mert egy fix jutalom, tehát lehet itt kockáztatni, és ez ott van, ott van, hú, wow, ez milyen effektus, halló, hát megvan gél, és körülbelül amúgy, amiről beszéltetek, ilyen 100 ládából, ki is esett, halló, halló, mi a fene van itt? Azt a mindenit, srácok! Hát így megértem. Mondjuk azt nem értem meg, hogy így viszont ezt a drágább Big Battle Pass-t vásároltam meg, de megvan az új karakter, gél! Jézusom! Idő előtt! És hát most már ugye lehet is akkor szerezni rá a Power Points-okat, illetve ugyanúgy majd a Star Power-t és a Gadget-et. Szóval ennek neki is fogunk esni. Kezdjük el a Megaboxokkal, én azt mondom. Kezdjük el gyűjteni ezeket befele. 187 Power Points. Ott volt egy 200-as duplázó. Nézzük az ingyeneset, és ott is van a Big Box. 79! Azt a mindenét! Gérre 5, és ott van még 200-as token duplázó. Atyaég, 43 coins, gélre 38, oké, 80 coins, 41 gélre, a 10 gem az természetesen jöhet. Ugye csak így sorba lehet haladni, szóval nincs olyan, hogy esetleg szeretnéd valamelyik közteset kihúzni, ha meg is van a jutalom, akkor sem tudod ezt meglépni, szóval sorba kell haladni. Ott is van a 31 pont gélre, hát ez nem olyan sok amúgy, 63 coins, 44 gélre, tök jól néz ki ez a ikonja, de ezt már mondtam is, hogy ez egy ezik videóban nagyon adja nekem. Itt van egy jó pár megabox, baby, baby, la, baby, 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 oké, ezt kihúzom, bár ezek a power points-ek azok amúgy jobban megérték volna. Ez, amit most csinálok, ez egy nagyon nagy őrültség. Tényleg erről a részről, hogy pazarlás a tetőfokon, az fix, ott van még 149 power points, és még jó pár kell azért pluszba, úgyhogy most megfogjuk és kinyitogatunk egy-kettő ilyen brawl boxot még, ha ez jobban megéri, hát 4-5-öt ad, mondjuk az nem biztos, hogy annyira király, mintha visszaesett volna itt egy kicsit az egész, 10-et ad, azt mondja, hát ez jó párat ki kéne nyitni. Szedjünk ki még egy-kettő ilyen brawl boxot, hát ha esetleg elegendőt fog még dobni hamarosan. Oké, passzoljad, passzoljad. Azért nem akarom ugye a big boxokat kinyitni, mert ha esetleg hoznak be karaktert, akkor jobb lesz az majd arra, hogy esetleg kinyissunk belőle valamit. Így a Power Points részről nem éri meg, mert sokszor ugyanannyit dob, mint egy Brawl Box. Jártam már így, hogy 15-öt, meg ilyenek. 200-as token duplázó közben jön, aminek nagyon örülök. Gyorsan lehet majd így haladni, ugye magával a PES-szel. És hát még jó 400-500 kellene szerintem ahhoz, hogy fel tudjuk teljesen fejleszteni. Úgyhogy még jó párat ki kell itt nyitni a gérre. Gyerünk, gyerünk, dobjad, dobjad, baby. Hát ezt nem hiszem el amúgy. Ezt nem gondoltam volna, hogy ilyen gyorsan fog esni a karakter. Mert tényleg azt gondoltam, amikor így néztem, hogy nem lesz erre esély szinte. Nem lesz esély arra, hogy ez kiessen. És már kamunak éreztem azt, hogy valaki 100-ból kinyitotta, de köbben annyiból sikerült nekem is ugyanúgy ezt kinyitni. Szóval ez elég jó. Azt kell, hogy mondjam, hogy elég jó nyitás volt. Viszont most kellene nagyon az, hogy fel tudjuk teljesen fejleszteni, és akkor utána pedig ugye még akár a Star Power-t vagy a Gadget-et is rá kinyitni. Lehet, hogy felesleges, lehet, hogy jobban megéri majd, amikor a shop bedobja, hiszen rengeteg coinunk lesz, az fix, hogy lehet, hogy érdemes lenne várni azzal, de 10-esre biztos, vagy 9-esre biztos, hogy ki fogjuk húzni, ennyi biztos. Zsülnek közben a Power Points-ok, de még mindig adja gér, ami azt jelenti, hogy még mindig nincs olyan szinten, nincs annyi Power Points, ami elegendő lenne. Úristen, mennyi láda! Mennyi láda nyitás! Jézusom!
Uram, atyám. Ja, megvan közben, már konytad csak, viszont még ezért a dublázói megérte. Jó, akkor azt is mondja, hogy... Hogy bizony, fullosra fogjuk húzni. Hú, micsoda effektusok. És ott is van 9-esen, és a gadgetet és szárpávot is meg lehet rá szerezni. Legyen a lót kövér, azt mondjátok, legyen a lót kövér. Jó, legyen a lót kövér, legyen a lót kövér. Jöjjön még. Hát most már nem mindegy, egyszer élünk. Pörögjön még ki. Add ide a Star Power-edet és a gadgetedet. Plus, gimme that, Bori. Ugye nincs rá sok esély, nem biztos, hogy annyira jó lesz ez így, meglátjuk. Ha mondjuk így azon a 30 boxon belül kidobja, tehát 400-ig lemegyünk, ha dob valamit, akkor az úgy jó. Ha nem, akkor pedig uff, nagyon. Mert akkor azt nem toljuk úgy tovább. Nem tudom, van esély rám úgy, hogy kiessen ugyanúgy belőle a Star Power és a Gadget. És adnám, és az az igazság, hogy nagyon adnám. Csak ki kéne, hogy jöjjön, gyerünk! Passzold ide, haver! Passzold ide! Gimme! Nem akarja az igazat, még a Gadget se dobja be, pedig ugye arra már volt hamarabb esély. Sőt, úgy kellett volna, hogy fel is fejlesztették volna előre, és akkor a Gadgetet azt már droppolhatta volna, tehát azt el is rontottam azt a helyzetet. Star Power-t és Gadgetet nem látunk, lehet, hogy az animációt esetleg skippeltük, mindjárt megnézzük, hogy esetleg bedobta-e, mert néha járunk így. Annyira nem lehet azért megtalálni, legalábbis nem olyan egyszerű, ahogy látom. Hiába azt írja, hogyan lehet. Mégse dobja. Akkor most mi a helyzet? Hol vagyunk és hogy vagyunk? Miért is nem jön? Plus. Just give me that. Legalább a Gadgetet vagy valamelyiket, a Star Power-t, valamelyiket még dob már be, mert most már rengeteg. Csak egy kicsit sírni kell, és ott is van már a Gadget, a Spring Ejector. Én azt érzem, hogy közel van az a Star Power, még lehet egy párat nyitok és hát a kidobjam. Tényleg közelinek érzem. Tudom, ez pazarlás, tényleg most annyi coinom lesz, mint a genyó, ez fix, de nem baj, megcsináljuk, kész. Aztán még több coinunk lesz, meg nem is tudom, mit csinálok a többi powerpoints-os izékkel, ami Brawl Pass-en keresztül van. Hú, ez elég érdekes lesz így számunkra. Azt mondom, 300-ig megyünk. 300-at még bevállalok, 300-ig le, aztán annyi. 300-nál stop, srácok. Ha nem tudjuk kiejteni, akkor annyi. Akkor így jártunk. Gyerünk. Hol van? 200-es token duplázó, és ott a Star Power! Tudtam, hogy nem kell sok. Tudom, ismerem én a játékomat. Hogy ne ismerném? Hát kiesett, ott a Star Power, ott a Gadget, srácok. Yes. Fullozva van. Bizony, hogy fullozva van a gél. Hú, milyen őrületes videó volt ez. Azt a mindenit. Ha szeretnétek látni a folytatást, szeretnétek azt, hogy kipróbáljunk egy fullos gélt nulla kupán, akkor mindenféleképpen dobjatok egy hatalmas lájkot és egy hatalmas feliratkozást a csatornára, aztán a következő videóban meg akkor majd azzal fogok jelentkezni. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó. A következőben találkozunk, legyetek addig is jók, sziasztok! Ön is szeretne ilyen vagány termékeket beszerezni, mint az Arcade Champions-ös póló? Már elérhető! Teljesen elérhető! Egyet fizet, egyet vihet akció, egér van! Póló! Bögre! Vagánybögre! És még plüsmaci is kapható! Wow! Arcade Champions-ös termékek csúszi.hu!